Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjött, bíztatok, hogy minél előrébb üljünk, lássuk egymást, meg majd tudjunk együtt is imádkozni egymástért is. Nyissuk meg a Bibliánkat 1 Korintus 2 első versétől. Uram, csodálatosak ezek az igék. Azért, mert rólunk szólnak, te lelked munkájáról, arról az igéről, arról az üzenetről, ami a szívünkig jutott el. Hogy is van ez, Uram, hogy bennünk Krisztus értelme van, miközben annyi rossz dologról is tudunk gondolkodni, de hogy méltattál erre bennünket a te lelked által, Krisztus szíve, gondolata, odaszánása is ott legyen bennünk. Köszönjük ezt az estét, és kérünk, áld meg az igédet. Amen. A Biblia nem egy olyan könyv, hogy elolvasom egyszer, esetleg kétszer, mert tetszett, vagy háromszor, mert nagyon-nagyon tetszett, hanem az az egész életünknek a tápláléka, a lelkünknek a tápláléka. Nem egyszer, kétszer, háromszor kell elolvasni, hanem folyamatosan olvasni az egész életünkben. És ebben érdemes, ugyanúgy, mint ahogyan minden más dologban, rendszeres szokásokat kialakítani. A szokások nagyon sokban segítenek abba bennünket, hogy a fáradtságunkat, a problémás időszakainkat áthidalják, és megcsináljuk valamit azért, mert szokás. Vagy legalábbis elkezdjük. És utána következik az, amikor már Isten ezen keresztül tényleg tud hozzánk szólni. A lelkünket át kell, hogy hassa Isten szava, Isten igéje. Ez rendszeresen olvasni kell. Természetesen többfajta képen tehetjük ezt meg. Különböző áhítatokat használva, én is ezt teszem, használom a baptista áhítatot, minden nap elolvasom. Már csak azért is, mert így hallhatom, olvashatom, hogy testvéreim mit írnak erről, illetve sokakkal ugyanúgy olvashatom ezt az igét. De olvasom a mai igét is. Én nagyon szeretem, és ráadásul az az a kis ima áhítat, kis ima füzet, ez a mai ige, amelyet nagyon könnyű másoknak is odaadni, munkatársaknak, megosztani velük. Mi például úgy tesszük, hogy hát otthon is elolvastam a mai igét, de a munkahelyen, hát a szolgálatunkban ott Bodrogon, reggel azokkal a munkatársakkal is, akik ott vannak, megérkeznek a sofőrjeink, a karbantartóink, és leülünk velük reggel, azzal kezdjük az alkalmat, hogy ezt a mai igét elolvassuk, néhány szót fűzünk hozzá, és imádkozunk. Nem mindegyik hív egyébként közülük, de mindegyik ott van ezen a kis alkalommal, mert valami egyébként számít nekik. Volt olyan szobafestő, aki megbíztunk festési munkálatokra, és akkor egyszer hallotta, hogy valamit olvasunk, meg bele is hallgatózott, utána olyan félbe oda, hogy oda jöhet-e reggel ő is, hogy ott legyen. És hát utána ott ragadt, minden alkalommal ő volt a főnök, azzal kezdte, hogy ő lejött, és utána kezdték el a munkát. És a másik az, hogy ezek mellett én is rendszeresen olvasom a Bibliát. Most éppen könnyű, vagy azt választottam, hogy a baptista áhítatban benne van egy 2 éves periódusos bibliaolvasás, hogy 2 év alatt az összes bibliai helyet el lehet olvasni. Most azok szerint most lesz majd vége egyébként ennek az évnek a végén. De nagyon sok minden más lehetőséget lehet választani. Legfontosabb az, hogy legyen időnk, oda szánni tégedünk arra, hogy Isten beszélgessen velünk, és mi is beszélgessünk vele. Mindenre tudunk időt szakítani egyébként, ami nagyon fontos nekünk. Amikor azt mondjuk, hogy nincs időnk, akkor azt mondjuk, hogy nem akarok időt szakítani valamire. Hidd el, hogy így van, ha nincs időm, az azt mondja, nem akarok rá időt szakítani. Erre azt mondok, nem így van, de így van. Mert ha nekem a munka fontos, a feladataim, azok, amelyeket meg kell csinálni, akkor az lesz az első. Az, hogyha fontosnak tartom, hogy Istennek legyen lehetősége, milyen dolog, hogy a mennyei atyámnak legyen lehetősége velem beszélgetni. Megengedem neki. Persze ez pont fordítva van, hogy ő az, aki megengedte, hogy nekünk legyen lehetőségünk vele beszélgetni, de mégiscsak úgy fakad néha, mintha mi kegyet gyakorolnánk azzal, hogy adunk egy kis időt, hogy beszélgessen velünk.
Adunk egy kis időt arra, hogy olvassuk a Bibliát, és hozzánk szóljon. Az a legfontosabb, hogyha tényleg ez a szívünkből tud jönni. És fontos az számunkra, hogy vagy reggel, vagy este, ez a mindenkitől az életében függ az, hogy milyen az életciklusa, be tudja állítani. Lehet, hogy tényleg korábban kell kelni emiatt, vagy másképp alakítani az életemet, kevesebbet tévéznem, vagy számítógépeznem, néhány fölösleges dolgot félretéve, de hogy az Istennek legyen ideje. De ugyanúgy a testvéreimre, vagy másra is így tudok oda szánni valamilyen időt. De szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy Isten szóljon így is hozzánk. Ezen a héten, vasárnap délelőtt és délután is a bizonyságtételről volt szó. Vissza tudunk emlékezni, hogy milyen igék voltak vasárnap délelőtt. Mi volt az alapige? Egy Péter. Ha valaki már végighallgatta többször, ugye be lehet vágni. Péter első leveléről volt, egy Péter kettőből. A bizonyságtételre való fölhatalmazás, ami arról szólt, hogy Isten valami csodálatos kegyelmet adott nekünk, új szövetségi hívőknek, Jézus Krisztusban, akik megismertük őt, felhatalmazott bennünket arra, hogy királyi papság legyünk, szent nemzet, akik közben járnak ezért a világért, akiknek feladata ez a közben járás másokért. Előtte meg imaórán pont azokért imádkoztunk, akik még nincsenek itt, illetve akik barátkozóként közelednek hozzánk. A bizonyságtételről. Délután, melyik ige került elég? Jónás könyve, jó hosszú volt, de az alkalom is. Jónás könyvének az első része. Amikor Jónás prófétának volt üzenete az Úrtól, megértette, el is indult, csak nem jó irányba. Pont az ellenkező irányba. Nem véletlenül, még fizetett is azért, hogy menekülni tudjon az Isten bíztatása, és az Isten parancsa, az Isten szolgálata elől. Mert nem tetszett neki azt, amit éppen akkor Isten kért tőle. Úgy gondolta, hogy az Isten túl kegyelmes lesz, és a végén még megkegyelmezni Nínivének, ezt később ki is mondja, és meg is történt ez. És arról volt szó, hogy el lehet menekülni az elől, hogy Isten használjon bennünket, csak nem érdemes. Isten egyébként Jónás tovább kísérte, és még akkor is bizonyságot tudott tenni, amikor nem nagyon akart. Mert az Istenhez ragaszkodott, a hajóban lévő emberek is megtértek, miközben Jónás éppen az engedetlenség kellős közepén volt. Na de most Korintus levélben olvastunk Pálnak a bizonyságtételét. Arról először, hogy amikor az evangéliumot hirdeti, vagy hirdette, akkor nem használta azokat az akkori korban, a római görög korban teljesen természetesen jellemző dolgokat, a szónoklattannak, az emberi bölcsességnek a különböző fantasztikus magaslatokba emelt szabályait és rendszereit, amit a görögök és a rómaiak el is értek, azóta is ezt tanuljuk, vagy lehet tanulni, aki ebben foglalkozik, és Pál is tanulta ezt. De azt mondta, hogy ezt félreteszem, mert az Isten igéje valami egészen másról szól. És erről gondolkodjunk egy kicsit. Most szeretném, hogyha csak megnéznénk, hogy a hitvallásunkban mi van, miről beszél, amikor a bizonyságtételről szól van. Annyira fontos volt baptista egyházunknak, gyülekezeteinknek a hitvallásban a bizonyságtétel, hogy külön pontja van a bizonyságtételnek. A hitvallásunk 15. pontja a bizonyságtétel. Hisszük, hogy a Szentlélek minden újjászületett embert fölhatalmaz a bizonyságtételre, és képessé teszi arra, hogy az örömüzenetről, a szívében levő reménységről és az életben naponta megnyilvánuló kegyelemről bátran vallást tegyen Isten gyermekeinek és mindazoknak, akik még nem jutottak Jézus Krisztussal élő közösségre. A bizonyságtétel akkor kedves Isten és az emberek előtt, ha nem csupán szavakban, hanem velük összhangban álló cselekedetekben is megnyilvánul. Maradjon egy kicsit ez a kép. Azt mondja, hisszük, hogy mindenkit, minden újjászületett ember, tehát minden gyülekezeti tagunkat fölhatalmazott a bizonyságtételre. Ez a hitvallásunk, hogy hisszük azt, hogy mindenkinek feladata ez. Tényleg így van-e, hogy az Isten mindegyikünket felhatalmazott, illetve
azt, hogy hogyan is tesz meg. És képessé tesz arra, ő tesz képessé, hogy erről az örömüzetről, a szívünkben élő reménységünkről, az életben naponta megnyilvánuló kegyelemről bátran vallást tegyünk. Ezt is nevezzük bizonyságtételnek. A gyülekezetben is gyakoroljuk ezt azoknak, akik már az úréi, akik Isten gyermekei, és azok felé is, akik nem jutottak még Jézus Krisztussal élő közösségre. Na ez az, amiben talán sokkal nagyobb hiányunk van, hogy azok felé hogyan teszünk bizonyságot, akik még nem jutottak élő közösségre. Itt a gyülekezetben ezt valahogy bátrabban megmerjük tenni. Kiállni, elmondani, mi történt velünk az életünkben, hogyan tapasztaltuk meg Isten kegyelmét. De a nem hívők felé valahogy ezt nehezebben tesszük meg, már falakba ütközünk. És olvasok még azt, hogy a bizonyságtétel akkor kedves, ha nem csupán szavakban, ha az összhangban álló cselekedetekben is megnyilvánul. Erről beszéltünk a hitelességről. De azt is szeretnénk majd megnézni együtt, hogy miért. Köszönöm szépen, hogy le lehet kapcsolni ezt. Mitől lehetek jó bizonyságtévő? Ez az első fontos kérdés, amikor Pálnak ezt a leveleit, ezt a részét tanulmányozok. Mitől lehetek jó bizonyságtévő? Ha erős hitem van. Tehát kezdjük akkor így tényleg az alapoknál. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki jó bizonyság, amire biztos, hogy szükséges? Mondja csak, nem kell jelentkezni. Meg kell térni, igaz? A hitvallásban is szól. Megtérés nélkül igazi élő bizonyságtételt hogyan mondjak el? Hát hogyan mondjam el, hogy van megváltom, ha nincs megváltom? Hogyan mondjam el, hogy szeret az Úr, ha én nem tapasztaltam meg, hogy szeret az Úr? Persze, mindahogyan mindent meg lehet tanítani, majdnem tanítói szinten is lehet erről beszélni, de igazából bizonyságtételt azt tud tenni, aki átélte, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója, megváltozott az élete, és élő kapcsolata van az Úrral. Hát enélkül nehéz jó bizonyságtévőnek lenni. Mi kell még hozzám? Hangosan? Bátorság. A Biblia erre figyelmeztet, hogy legyünk bátrak, és ne féljünk. Hú, hát rengetegszer. Nem véletlenül, tényleg szükségünk van rá. Valahogy a hitetlenségünk, az emberektől való tartásunk, félelmünk, az előítelektől félelmeket csepegtet a szívünkben, gondolatainkban, és olyan bátortalanokká leszünk, nem merjük azzal a bátorsággal mondani, mint ahogyan egyébként meg vagyunk róla győződve. Ezért mondja az Úr ige újban is, hogy ne félj, indulj, tedd, mert én veled vagyok. Igazából majdnem minden ilyen bizalmi ige erről szól, hogy ne félj, mert én ott leszek mellette. Tehát bátorság. Mi kell még hozzá? Ismerni kell Isten igét, Isten üzenetét, amiről az előbb egy picit beszéltünk, vagy beszéltem. Hát, ha nem ismerem Isten igéjét, akkor hogyan teszek bizonyságot? Hiszen az örömhír hirdetése nem csak abból áll, hogy elmondom, hogy Jézus szeret téged, hanem amikor ez tényleg érdekli valakit, hogy a szíve rádobban, a lelke rádobban, elkezdenek jönni a kérdései. És akkor mi van ezzel? Mi van a családommal, meg a munkámmal, meg egyébként is? Mi van az életnek egy csomó kérdésével? Teszik föl sorra a kérdéseket, lehet, hogy nem tudunk mindenre válaszolni, de ha ismerjük legalább az Isten igéjét, akkor a legjobb dolgokat el tudjuk mondani neki, azt, ami az Istentől származik. Tehát ismerjük. Mi kell még hozzá? Na, erről is beszélünk meg a hatásosról. Most csak a jó bizonyságtétel van, hogy az, hogy most mitől hatásos, az már a következő kérdésünk lesz. Jó bizonyságtétel. Érdekes a különbségtétel, nem tudom, észrevettük-e ebbe a részbe, a Korintusi első levél második részébe, ez a kettőség. Azt mondja, hogy amikor az Isten igéjét hirdetem, az örömhírt, akkor nem használok semmilyen emberi bölcsességet, nem használom azt a lehetőségeket, hogy emberileg próbáljak manipulálni bárkit. És azt mondja viszont, hogy amikor a gyülekezetben Isten népe között szólok, akkor viszont nagyon erőteljesen Isten bölcsességét veszem elő, amit egyébként úgy általában azok az emberek, akik még nem ismerték meg az Istent, azok nem értik. Azt akkor egyszerűen arra kell figyelnem, hogy más nyelven, vagy legalábbis más két tudja meg
megragadni és átadni az Isten igét azoknak, akik még nem ismerik őt. Azon az emberi természetes kommunikáción keresztül, ahogyan Pál is megtette. Elkiállt az Areopágoszra, Athénba, és úgy beszélt az emberekhez, hogy megértették. Egyrészt az ő nyelvükön, másrészt pedig azokkal a fogalmakkal, amik őket ismertek. Azokkal arról a költőktől idézett, akiket ők ismertek, nem zsidó bölcsektől idézett, mert az semmit nem jelentett volna azoknak az aténi embereknek, mert nem ismerték. De amikor azt mondja, hogy Isten bölcsességét mondom a gyülekezetben, az egy másik kategória, az olyan, amikor az Isten tanít már bennünket. Mire van még szükség a jó bizonyságtételhez? Biztos, hogy a személyes tapasztalatok, így van, erről végül szó volt, hogy Istennel élő kapcsolatunk legyen, akarni, oda szánni magunkat, igaz? Hol olvasunk erről? Szánjátok oda magatokat, élő, szent áldozatul, kedves az Istennek, Róma 12:1-2-be, hogy ráhangolódjatok az Istenre, és oda szántan tudjon Isten benneteket használni. Érdekes dolgok ezek. Ugye egy bizonyos hit fokon ez neki bizonyság volt. Még akkor is, hogyha bűnökről beszélünk, mondjuk azt, hogy többen ültünk a kocsiba, mint amit lehet. Tehát olyan, amiből meg kell térni, és nem kell, hogy az ember bármit tegyen. Nagyon érdekes dolog ez. Ugye erre mondja a Isten igéje, hogy van az, hogy valaki a hitében eljutott egy szintre, például azt, hogy meg kell különböztetni az ételeket, ezt szabad enni, ezt nem szabad enni. És azt mondja, hogy Isten igéje, hogy segíteni kell azokat az embereket, akik még nem élték át azt a szabadságot Krisztusban, hogy mit jelent, például, hogy nem az ételektől fogni, vagy azt, hogy nem az az Isten segítsége, hogy 80 ültünk egy trabantba, és nem buktunk le, nem kapott el a rendőr bennünket, hanem hogy Isten talán megoldotta azt, hogy ne egy trabantunk legyen, hanem kettő, és beleférjünk kettő. Tehát, hogy megadja azt, hogy szabályosan el tudjunk valahova menni. De a bizonyságtétel azért ennél sokkal több, ugye? Én azt hiszem, hogy itt az élő megtapasztalásokról van szó. Amikor valóságosan én magam is átéltem, hogy az Isten ott volt. Nem csak így megőrzött vagy az gondolatom, hanem ott volt. Velem volt, és az Isten igéje eljuthat másokhoz. És itt főleg arról van szó, akik hitetlenek felé. Szóval egyébként tényleg így van, hogy a gyülekezet előtt néha tudunk olyanokat mondani, amit mások vagy megmosolyognak, vagy rá is jönnek, hogy hát talán jobb lett volna végig gondolni. De én még mindig azt mondom, hogy érdemes többet bizonyságot tenni, mert akkor tudunk egymásnak segíteni, hogy ezt is jól tegyük. Mert ha viszont sokat bírálgatjuk egymást, akkor viszont előjönnek a félelmeink. Ezért így vagy úgy van, kell egymásnak segíteni, amit rosszul teszünk. Mert rosszul tudunk fogalmazni, rossz dolgokat elmondani, de ha úgy bírálgatunk valakit, hogy utána elveszük a kedvét attól is, hogy utána jó dolgot is, helyeset is elmondjon, elveszük talán egy évre vagy egy életre a bizalmát és a bátorságát, az nem jó dolog. Szükségünk van arra, hogy bátorságunk legyen, hogy egymás mellé álljunk ebben is, de ezzel a bizalommal. Egy dolgot úgy külön nem említettünk, pedig az Isten igéje alapként és a hitvallásban is benne volt, szükség van rá, ez maga a Szentléleknek a munkája. Azzal is kezdődött, hogy a Szentlélek tesz alkalmassá. Ugye, amikor Jézus elment a mennybe, akkor a tanítványével beszélgetett, ez az apostolok cselekedeteiről írt könyv elején található, és azt mondta, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, az egész Judában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. A Szentlélek az, amely a bizonyságtételünket igazából meg tudja erősíteni. Hogy értsük meg miért. Amikor bizonyságot teszek valahol az Isten igéjéről, akkor az igét tudom elmondani. De Isten igéjét mindig a Szentlélek teszi fogékonnyá a szívünk számára, a Szentlélek tudja megtermékenyíteni, attól lesz teljessé. A Szentlélek nélkül az egész egy száraz dolog maradhat.
Sokan tudják, megismerik a Bibliát, mert tanulmányozzák, hitetlenül ott van az Isten igéje kezükben, és nem élő lesz számukra. Nem lesz élet számukra. Hiányzik belőle pont a Szentléleknek a bizonysága. Nem engedték az életükbe, szívükbe. Amikor odaengedem a Szentléleknek ezt az erejét a szívemben és az életemben, akkor a Szentlélek mindig együtt fog munkálkodni az Isten igével. Mindig. Azt fogja megöntözni, megtermékenyíteni a saját szívemben is, de másoknak az életében is. Ezért van az, hogy egyrészt nagy felelősség a bizonyságtétel, de már érezzük azt, hogy nem egyedül vagyunk benne. És itt jön az, hogy mennyire, mitől lesz hatékony a bizonyságtétel. Emlékezünk a magvető példázatára. Ugyanis szólt, hogy kiment a magvető vetni, és egyes magok az útfélre estek, mások a rossz talaj, nem ilyen volt az a rossz talaj, kövek közé, ugye, amelyen kevés talaj volt, a harmadik a tövisek közé, a negyedik meg a jó földbe. És aztán Jézus elmondja, hogy a magok maga az Isten igéje. És igazából többféle talajba kerülhet, ez a szívünk, a lelkünknek az állapota. Mi a felelőssége a magvetőnek? A bizonyságtévőnek, az Isten igéjét szólónak. Mi a felelőssége? A lehetőség szerint, ugye, a legjobb talajba. Mindenki felelőssége itt mutatja azt, hogy a magvető kiment, nem veti meg, tehát nem ír negatív dologként, nem jelzi ez a példázat negatív dologként, hogy a magvető rossz helyre vetett, tehát hogy rossz volt a magvető. Azért, mert szórt az útfélre is. Tehát nem jegyzi meg azt, hogy hibázott a magvető, hibás volt benne. A magvetőnek tényleg alapvetően az a dolga, hogy magot szórja. Bizonyságtevőnek alapvetően a legfontosabb dolga, hogy Isten igéről, Isten szeretetéről bizonyságot tegyen. Hogy ezt megtegyem otthon, a szomszédaim között, a munkahelyemen, és itt a gyülekezetben is. De mitől függ az, hogy most tövisek közé fog esni, vagy éppen jó talajra, az útfélre, vagy bárhova? Függ az tőlem? Vagy csak attól függ, aki éppen hallgatja? Itt jön egyébként nagy kérdés az, hogy mi köze a hitelességünknek ahhoz, hogy a bizonyságtételünk mondjuk eredményes legyen, vagy eljusson az emberekhez. Hiszen Isten igét szóltam, megértette a fülével, a Szentlélek munkálkodott, és kész. Valahogy azt lehet ebből a magvető példázatában is megérteni, és ez kapcsolódik hozzá, hogy el tudunk-e jutni az embereknek, a szívének ahhoz a részéhez, ahova tényleg jó helyre juthat mag. Mert lehet úgy beszélni, sokan megteszik, hogy fűnek fának bizonyságot tesznek, de nem is az, hogy fűnek fának, ez rossz kifejezés, mert ez egy negatív dolog lenne, hanem úgy gondolják, hogy bármikor. Amikor ez a bármikor van, mindenki tudja, hogy rengeteg ige mag elhullik össze-vissza, mert az emberek jönnek, mennek, halnak valami, de el is megy a fülük mellett teljesen. Tehát az történik, hogy az ördög egyből ki tudja venni a szívükből. Az, hogy valakinek a szívéig eljusson az üzenet, ahhoz valahol nekem is közel kell kerülni. Ebben segít egyébként a hitelesség is. Mert ki előtt nyitom meg a gondolataimat, a lelkemet valamennyire, hogy elfogadjam, aki valahol hiteles előttem. Aki nem, az azt mondom, hogy beszélhet ám róla. Hát most mondhatja azt, hogy ő nagyon nagy hívő, meg hogy Isten szeret, de hát látom az életét, hogy milyen. Nem jut el a szívéig az a mag, amit egyébként el szeretnék adni. És a hitelesség nem arról szól, hogy hibátlan vagyok, hanem lehet, hogy látja a hibámat, de azt is látja, hogy én akarok benne, és hogyan változok benne, hogyan kérek bocsánatot. Rosszul csinálok valamit a munkahelyemen, én hogyan rendezem azt el? Eltussolom, megpróbálom úgy csinálni, mintha nem is történt volna, megpróbálok egyet hazudni, vagy hát csak úgy hazudni, hogy legfeljebb nem is beszélek róla, vagy látja rajtam az, hogy ezt hogyan kell csinálni, amit nem általában az emberek nem tesznek meg. Például, hogy elismerem a hibámat. Vállalom a következményét. Bocsánatot kérek. Ami lehet, hogy másoknak nem szokott, mert felnőttek miért kérnek egymástól bocsánatot. A legnagyobb hitelesség egyébként az, mert elbukni el fogunk, hogy hogyan állsz helyre a hibáidból. És az emberek megnyitják
az életüket. Emlékszem arra, hogy éppen a gyermekünk, az egyik gyermekünk néhány hónapos korában meghalt, és a faluban volt, mindenki látta, ezt sokan eljöttek a temetésére is, és egy hölgy, akinek a gyermekei odajártak az iskolánkba, pont így tért meg, ezt látta, hogy nekünk az életünkben hogyan adott Isten erőt ebben a helyzetben. És eljött, ezt kérdezte meg a feleségemtől, hogy te hogyan nem roppantál össze? Hogyan bírod ezt ki? Megnyitotta a szívét, ez, és a feleségem, miután tudott vele beszélni, megtért. Ez az asszony. Pedig teljesen hitetlen háttérből volt egyébként. Ez segített, hogy közelebb kerüljön az életéhez. És tényleg úgy van, hogy néha nem a pozíciótól függ. Most Jimmy Carterrel nézek szembe, mármint az írásával. Például egy olyan elnök. Az egyik olyan elnök volt, aki nem volt sikeres elnök. Tehát elnöksége alatt nem ő volt a sikeres elnök, és megbukott végül is, mint elnök. Hát úgy, hogy leváltották, meg nem jött össze neki. De utána azóta az egyik legelismertebb már ex-elnök. Amit azután tett, azzal a szolgálatával, amit az egész világon végzett. Sokkal több bizonyságot tett, és sokkal elismertebb lett az Egyesült Államokban is egyébként utána, mint maga az elnöksége alatt. Mert akkor meg a szívét lehetett látni, hogy mi van benne igazából, ott meg a politikába kellett részt vennie. Néha nem a pozícióban derül ez ki, hanem magában az, hogy milyen emberek vagyunk. Pál, és ezt élte meg, hogy a bizonyság tételében nem arra kell számítania csak, hogy ő milyen okos, milyen ügyes, hanem egyszerűen, ha őszinte az Isten előtt, a hibáival, az ajándékaival együtt, és azt használja, odaszánja magát, bátorsággal indul el, akkor az Isten ezt meg fogja áldani. El tud jutni majd az igen mag másoknak a szívéhez, és az Isten fogja használni. Méghozzá azért, mert az Isten így döntött, hogy téged és engem is fog használni. Szóval vasárnap is arról nem angyalokat választottad ki, hanem téged. Mert ki az, aki azon a helyen bizonyságot tehet, ahol te élsz, hanem te. Gondold végig azt, hogy utoljára kinek tettél bizonyságot, nem a gyülekezetben, hanem kívül. Mikor és kinek tettél utoljára bizonyságot. Most ez a bizonyság elég arról, hogy beszéltél a hitedről. Nem, hogy végigmondtad az evangéliumot, nem erre gondolok, hanem csak, hogy beszéltél arról, hogy neked mit jelent a hited, mit adott valami, mikor tettél utoljára bizonyságot. Emlékszel-e még egyáltalán rá? Ez mindenki, nem kell senkinek válaszolni, magába kell. Az a kérdés, hogy tudna-e téged ennél többre is használni, mint ahogyan most használ ebben a bizonyságtételben. Mondom, azon a helyen, ahol te vagy. Nem úgy, hogy most elmész máshova, még pluszba, hanem csak azokban az élethelyzetekben, ahova a mindennapokban tartozol. Munkahely, szomszédok, család. Ebbe a körbe. Tudná téged többre használni az Isten? És hogyan? Mi az, ami ennek híja, vagy mit kéne változtatni? Egyet tudnunk kell, ha azt akarjuk, hogy Isten többre használjon, és biztosak vagyunk benne, hogy akar is többre használni, akkor változnunk kell. Valamit változtatni kell. Mert ha ugyanígy megy, akkor ugyanígy fogunk emlékezni az utolsó bizonyságtételünkre, hogy mikor volt. Vagy utána nem nagyon emlékszünk. Miben kell változnom? Miben kell odaszánnom arra magamat? Az Istennel való élő kapcsolat. Mert amit elmondtunk, azok mind fontosak voltak, mind arról szóltak, hogy Isten hogyan tud bennünket jól használni. Mi az, ami nekem fontos, hogy változzak? Talán félelmeimet kell letennem? Félek attól, hogy mit szólnak majd a szomszédok, a munkatársak ahhoz, hogyha én megszólalok. Félek attól, hogy nem vagyok hiteles? Lehet, hogy abban kell változnom, hogy sokkal őszintébbnek kellene lennem. Én is képmutató vagyok, mint sok mindenki más a környezetemben. Mármint most abban az értelemben csak, hogy fölveszek egy állarcot, és ott vagyok, de lehet, hogy más gondolok, mint amit mondok. Lehet, hogy ebben kell változnom. Vagy csak lehet, hogy csak abban, hogy többet kell imádkoznom, vagy egyetlen imádkoznom kell munkatársaimért, családtagomért, szomszédokért, minden nap.
Lehet, hogy ez hiányzik, és ezért nem tud Isten többet használni, mint ahogyan eddig használt. Ha szeretném, vágyok arra, hogy Isten használjon, ő fog. De fog változtatni, és megmutatja azt, hogy milyen területen kell változnom. És igenis meg tudja adni azt, hogy te az ő angyala legyél, követe. Az angyal ezt jelenti, a követ. Hogy az Isten angyalaként eljusson rajtad keresztül az örömhír, amit te is megismertél. És a legcsodálatosabb abba, az, ahogy mondja, hogy mi szép az örömhírt hozóknak a közelette a lába. Amikor Isten tényleg használ, az felemelő érzés. Te is megerősödsz. Amikor legyűröm a bátortalanságomat, a félelmeimet, mégiscsak úgy megmerem osztani a hitemet, egyszerűen utána hatalmas öröm költözik belém. Olyan, hogy használt az Úr. Nem nagy dolog, csak beszélgettem egyet a szomszédommal. Sok mindenről beszélgettem eddig, de most Isten megadta, hogy tudtam a hitemről beszélni. Egy előkészített dolog. Ezt a Szentlélek tudja előkészíteni. Ez pedig az kell, hogy ezért imádkozzál. Imádkozzunk. Ne csak egy vasárnap délelőtt, hanem minden alkalommal. Mert téged fog készíteni ez az imádság föl. A Szentlélek téged fog arra készíteni, hogy tegyél majd bizonságot. Mert szükségünk van rá. Nekem szükségem van rá. Attól, hogy lelkipásztor vagyok, és itt állok, és itt könnyű beszélni, mert ez a feladatom, nekem ugyanolyan nehéz a szomszédomnak, vagy másoknak így kitárni a szívemet. Ezért keresem én is a lehetőségeket, hogy olyan kapcsolatrendszerben legyek, hogy legyek olyanok között is, olyanokkal együtt is, akik még nem ismerik az Urat. Nem csak hivatalból úgymond egy lelkipásztor, hanem a másik szinten, hogy beszélgessek velük. Mondjuk nekem az nagyon jó, hogy mint lelkipásztor, eleve, amikor ez szóba kerül, akkor elővehetem azt, hogy hát ez a szolgálatom, és ezt úgy valahogy elfogadják. Tehát nem mindenki van ugyanebben a helyzetben. De egyébként ugyanúgy megtehetem, hogy beszélgethetek, hogy igen, én járok gyülekezetben. Miért jársz gyülekezetben? Hát azért, mert nekem az Isten az életemet megváltoztatta. Segít nekem. Tényleg, mind lehet. És akkor ez annyira természetesen következett. Isten használni akar mindegyikünket. Különböző módon persze, de ott, ahol élünk azokkal a kapcsolatrendszerekkel. Meg akar ebbe erősíteni. És az imádságban is, hogy másokért tudjunk imádkozni, hogy kedves legyen ez előtte, hogy a hitvallásban is olvashattuk. Most a végén szeretném, hogyha imádkozhatnánk majd több dologért is. Másoknak a megerősítésére és magunkért is. Először most magunkért, illetve azokért imádkozzunk, akik a mi környezetünkben vannak, akiknek tudjuk, hogy már talán régóta bizonságot tehettünk volna, régóta beszélhetettünk volna a hitünkről, de még nem tettünk meg. Kérjünk erőt attól az Úrtól, akit megismertünk, a mi mennyi atyánkat, arra, hogy használjon bennünket. Meg oda tudjuk magunkat szánni a változásra. Arra, hogy jobban használjon, mint eddig. Most először csendesedjük el, és csak önmagunkért imádkozunk azért, hogy az Isten formáljon bennünket, változtasson, hogy jobb bizonságtevői lehessünk. Hogy jobban tudjon használni bennünket a családunkba, a szomszédaink között, a munkahelyünkön, és abban a kapcsolatrendszerben vagyunk. Most csendesedjünk, hogy csak magunkban imádkozzunk, és önmagunkért. Mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy ránk bíztad a békéltetés igéjét, mert mi is megismertünk téged, és megbékültünk veled. Használj engem, Uram, használj bennünket. Mutasd meg, hogy miben kell változnunk. Hogy jobban és eredményesebben tudjunk bizonságot tenni. Add az erőt a Szent Lelked által, hiszen ezt ígérted, hogy erőt kapunk. Az, hogy másokért tudjunk könyörögni, imádkozni. A szívünket felkészítsed arra, hogy bizonságot tudjunk tenni a te drága kegyelmedről, szeretetedről, igédről. Segíts ebben meg bennünket. Amen. Most szeretném, hogyha imádkoznánk a szolgálatokért, bizonságtételekért, először a gyerekek között végzett szolgálatért. Egyrészt elindult a
vasárnapi iskolai szolgálat is, a tanítókért és a gyermekekért. Elindult most több iskolában is, itt Szigetszentmiklóson is, a baptista hitten a Biblia ismeret oktatás. Itt is a tanítókért. Elindul a gyerekek felé egy másik szolgálat, és Péter hirdette is, ez a fickó képzőnek az alkalmai. Tehát most szombaton délelőtt 10-től lesz sport is, focizás, és lesz mellette az Isten igéje is. Ez is egy nagyon jó folytatás annak, amit nyáron táborban elkezdődött. Tehát három különböző témakör, a vasárnapiskolában tanító gyermekeink, illetve tanítóik, az állami iskolákban tanító bibliaismeretoktatók, illetve azok a gyermekek, és ez a fickó képzőnek a folytatása, ami most lesz szombaton, illetve nem csak most szombaton, két hetenként. Ezek a gyerekmunkásokért, őértük imádkozunk, akiket ismerünk. Csendesedjünk el, és egy testvért hangosan is kérem, hogy imádkozzon ezért a gyerekmunkáért. És a többieket meg a szívünkben kísérjük majd tovább, és imádkozunk otthon. Tehát hangosan kérek valakit, hogy imádkozzon a gyerekmunkáért. Szombaton szik lesz a fiataloknak az alkalma. Most én imádkozunk a fiatalokért, a szombati alkalomért, ugyanúgy, ahogy az előbb tettük, meg egy testvér kérek, hogy hangosan mindegyikünk előtt is imádkozzon a fiataljainkért, ezért a szombati alkalomért. És akkor egy másik korosztály, ugye az idősek között is folytatódott a munka. Örülünk neki, tehát az idősebbek között ezt is szeretné a gyülekezet továbbvinni, tovább szolgálni, itt is, meg az idősek otthonába is. És most akkor az idősek otthonában való szolgálatért, annak már volt több gyümölcse is, ahogy hallottam, tehát akik bemerítkeztek azok közül, akik ott élnek. Csendesedjük el, és most egy testvért azért a szolgálatért, az idősek között végzett szolgálatért imádkozzon. Urunk, nagyon hálásak vagyunk neked azért a kegyelemért, amely eljött hozzánk Jézus Krisztusban. Hogy nincs érdemünk, te mégis felemeltél. Úgy szerettél bennünket, hogy mi hátat fordítottunk neked. És köszönjük azt, hogy formálod a szívünket, az életünket folyamatosan. És köszönjük, hogy használni akarsz a bizonyságtételben is. Változtass, Uram! Hogy a hétköznapok minden területén bátran tudjunk imádkozni, bizonságot tenni. Természetes legyen ez. Épüljön bele a szívünkbe és a lelkünkbe. Vezess így az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.